Szakmai beszélgetés zajlik a borbíráló bizottság tagjai között Tamásiban. A településen minden év tavasz elején, közepén kerül megrendezésre az esemény, amelyre ezúttal a tamási járáson túli településekről is érkeztek borminták. A szervező művelődési központ a szakmaiságot tartotta szem előtt a szervezés alkalmával. Az idei évben is ragaszkodtunk a hagyományokhoz, hiszen minden év március-áprilisában kerül megrendezésre ez a borverseny, amiben elsősorban a kistérség a járás boros gazdái, borászai mérettetik meg a boraikat. Az idei évben egy kicsit túlterjeszkedtünk a járáson, hiszen a szomszéd járásokból is hoztak hozzánk bormintákat. Ők is szívesen veszik azt, hogyha itt a Tamásiba összeült zsűri mond véleményt a boraikról. Úgyhogy tulajdonképpen több évtizedre tekint vissza már ez a borverseny. Abszolút szakmai alapon szerveződik. Közel 20 borbíra bírálja el a beérkezett bormintákat. Természetesen ennek megvannak azok a szakmai paraméterei, amelyeket ők tudnak pontosan. Mi szervezők a művelődési központban több dologra figyeltünk nagyon. Egyrészt az, hogy ezek a meghatározott szakmai alapok, ezek az előzetes előkészületekben is megvalósuljanak, maga a rendezvény lebonyolításában is megvalósuljanak, és egy, ami egy sarkalatos pont, és talán már azt kell, hogy mondjam, kínosan vigyázunk arra, hogy a leadott borminták semmiképpen ne lehessenek beazonosíthatók a bortermelőkkel, borászokkal. Úgyhogy most már jeligét se kérünk, és igazándiból három művházas tudja csak, hogy mely bormintához mely bortermelő kapcsolódik. Természetesen így evidens, hogy a zsűri tagjai sem tudják ezt. Szakavatott zsűri pontozta a leadott fehér, rozé és őrös bormintákat. Mindegyik asztalnál egyfajta bort kóstoltak csak. A társadalmi zsűrire, akik a helyi borbarát kör tagjaiból kerültek ki, a tamási minták pontozása várt. A 2022-es nem volt rossz évjárat, hangsúlyozta a zsűri elnöke. Kékfrankosokban tulajdonképpen tiszta ízű, szép, de talán egy kicsit egyszerűbb zamatú borokat találtunk. Egy cseppet, mintha vékonyabbak is lennének. Ez nyilván azért a termésmennyiség és a hely, a termőterület függvénye is, de az a tapasztalatunk, hogy valahogy ez az elmúlt évjárat, bár a lehetőség megvolt benne, de nem sikerült realizálni azt a testesebb, zamatosabb ízvilágot, ami egyébként szerintem benne volt az évjáratban. Fehér borokban is szép, zamatos, jó ízű fehér borokat lehetett készíteni. Hál' Istennek szép, hosszú, száraz ősz volt, tehát növényvédelmileg sem volt olyan probléma, ami akadályozta volna azt, hogy jó bort készítsenek a gazdák. És én úgy gondolom, hogy így a jobbik évjáratok közé sorolható. Éppen itt szó volt arról, hogy már 15 éve járunk ide, vagy talán több is, nagyon nagy a fejlődés, tehát hihetetlenül sokat tanulnak a gazdák egymástól is, talán erekről a borversenyekről is, és egyértelműen pozitív a kicsengése a dolognak, sokkal kevesebb hibás betegborral találkozunk. Mindenképpen oda kell figyelni a kénes savszint tartására, erre hívta fel a bortermelők figyelmét a zsűri elnöke. A település polgármestere egy fontos rendezvénynek tartja a járási borversenyt. Ennek a borversenynek az egyik célja az, hogy felhívja a figyelmet arra, hogy az európai hírű szekszárdi borvidék és borok mellett van Tolna megyében egy másik borvidék, a Tolnai borvidék. És a Tolnai borvidéken belül is kiváló minőségi borok vannak. Tamási, Simontornya, Hőgyész, Tevel környékén itt a Hegyháté és a Kaposkopány menti részen is. És hála Istennek ezt a gazdák évről évre bizonyítják is. Most is szép számmal érkeztek borminták. Minden évben kiválasztják Tamási város borát, ez a feladat a társadalmi zsűrire hárul, akik idén Szijjártó László borának ítélték ezt a címet. Ez egy komoly szakmai elismerés,
a legjobb tamási bortermelő részére. Volt olyan időszak, amikor városbarát is palackoztuk, és elgondolkodunk azon, hogy idén ezt a jó hagyományt folytatni fogjuk. Itt azért a Covid időszak alatt sok minden megszakadt. A szakmai zsűri Nagy Fehér Arany és Nagy Rozi Arany címet a Verespince borainak ítélte meg, a Nagy Vörös Aranyat Hán János bora érdemelte ki, míg a Német Miklós Emlékdíjat Bálizs János Kékfrankos Rozéja kapta.